szépre tud pillenteni a derék húzát. Húzát. Baka úgy is, mi más de bakának is csak a konyhás. Asza, aki húzta a panganékot, fát hasogatott vele. De látom, még mind semmi sem. Na, a Muszkaországról beszéljen, generális úr. Mert abból, ugye? Mi más lettem volna? Muszkaországba is jártál, ja? Hát persze, hogy jártam. Jártam bizony, mivel hogy éppen, hogy ott voltam Muszkaországba. Ferenc császár ügyiben. Egyszer 3 hétre a lovamon hagytam. Olyan begyár hideg van ott arra fel, hogy olykor akkora hóperekesnek, hogy a képes apja az ember beleszik. Tél van ott a nyáron. No, ne, no. Hát ez így van, nem csapom én bekentik. Nem igaz. Ki merre ilyet gondolni is? Éjjel hárjál. Hát nagy Napóleon. Hát vele csak tanálkoztál, já. Napóleon, nagyon is, hogy találkoztál vele. Na, ugye van. Hát csak köntik ezt az én 2 kezemet. Na, ugye. Hát, ha látják, akkor azt mondom, hogy én ezzel a 2 kezemmel személyesen elfogtam azt a nagy Napóleon. Ugye, már valami. No, fene, no. No, ez már valami. Na, ezt aztán mondjad el még, János. Elmondja? Na, hát elmondhatom. Jó, akkor elmondom. Muszkaországba kezdődött. Most kezdődik a mese. Huszár voltam, ezt a századot áthelyezték Galíciába. Még más Jány is a világon. Olyan nincs több, mint ő, strázsamester úr. Hely, mikor látom meg ezt? Adjon Isten, jó napot! Jó vagy Isten, húzom! Mondja már, Isten áldja meg, jó megyek erre Galíciába? Hát biztosan, mert a huszárok is erre mentek. Hát akkor jó megyek. De mikor mentek erre? Hát lehet úgy 10 napja. De csak nem bomlottál meg, hogy azokat akarod elérni. Hát hol érnéd el őket? Hát a határon. Onnan már nem mehetnek tovább, hogy te béke van. Adjon Isten. Te, nem 2 darab szalonna? Nem ám, nagyon sietek ám. De bolondok ezek a mai jány. De jó meleg van, máma. Persze, azért van, mert ez itt még Galícia. Nézd csak amoda. Az ott már Muszkaország. Ott bizony hideg van. Na, hát akkor már csak szívesebben szolgálok én ide át ő felsége Ferenc császár országába. Nézd csak amoda le! Ahogyan megy a határ, azon innen van a meleg, azon túl meg a hideg. Hát az a kis ház éppen ott a határon. A fele oda. A ház innenső fele a miénk. A túlsó fele meg a muszkáké. Hát ilyen a határ. Hát éppen ilyen. Azután azt mondja a kapitány úr, hogy mostanában Gyünelre keresztül magának Ferenc császár ügyfelségének a jány. Vagyis annak a nevezetes Napóleonnak a felesége. Hát mi Gyünerre? Franciaországból Gyün az édesszüleit meglátogatni Bécsbe. A más felé nem mehet. Hogyan kerülje ki Muszkaországot, ha egyszer közbe van? Ha legalább egyszer eleven császárnét is látok. Hát az könnyen lehet, mert hogy a határa most mi váltjuk fel a bakákat. Zene
Azért csak ugyan jó meleg van ide át 10 nap óta mindig. Nagyon száraz a gégél. De hiába innék, ez a bor is csak olyan, mint a pocsolya. Ebbe meg belefagyott a butki. Nézze, szomszéd, vegye át a határon az én boromat, hogy kihűljön, magáit meg ide veszem, hogy megmelegedjék. Lássa, ebbe igazsága van. Itt a fasztus. Lehet. Nyitja a pecsét, rossz, márs vissza! De kérem tényleg! Márs vissza! Menje, szomszéd urat, miért ilyen rettentően szigorú máma? Nálam határon se ki, se be. Máma megint rossz volt, gombóz, nagyon mirges vagyom. Netve cukor se nem volt rá, de szemszéd. Hát te ki? Adjon Isten jó napot! Hát te ki vagy? Örzse az én nevem. Örzse? Aztán honnét csöppensz ide a határra? Gyalogszerrel jöttem én, kérem, 3 hétig egy húzomba. Csak úgy már megtaláltam Kenteket. Aztán kit kereselték ide? Nem magát. Kár, mert hogy igen szemre való, jaj, vagy ám. Hallja, ha nem hagy békén, megmondom Jánosomnak. Mellítnek. János van, vagy 20 is? Hári János. Az áldóját. Ugye, hogy már is tovább tágult? Na-na. Hanem én itt sokat beszélek. Ma alig várom, hogy lássa Jánosomat. Merre van? Szállásán a faluban. De ha akarod, itt is megvárhatod, mert nem sokára levárt engem az őrségem. Dehogy várom, már repülök is. János! Na nem bízom ki soká nélkülön, János! Őrse, utánam gyűjtték! Hát akkor jó van, utánam gyűjtték, csak azt mondd meg, hogy mit csináljak én most tévelet. Hát hát válok ide szolgálónak, van itt úr, ugye? Hát valamelyre csak akad. Na, hát hoztam már meg egy kis jó kis hazai. Nem kóstolnád meg? Azt lehet, de sürgősen gyerünk, mert mindjárt át kell vennem az őrségét. Jaj, János! Jaj, csak már velem a muszka országból kikerültünk volna. Az embernek még a lelke is megkémperedik ebben a hidegben. De fázik az orrom. Jaj, de fázik a fülem. Jaj, de hideg van. De tulajdonképpen hol is járunk már, kedves, ebben a színóban? Értek utazáshoz, lóhoz és batárhoz. Most már közeledünk felség a határhoz. Emmán, elég hideg. Emmán felengedett. Aj, de jó meleg! Aj, de jó hideg! A deréklámat érzi. Hiába, hazai csak hazai. Jaj, János, csak már ott egy kis portánkon kínálhatnálok vele. Meg lesz az is, nem sokára, ne félj semmi. Meg leszolgálom ezt a vacak kis 8 esztendőt, aztán meg lesz az opsit. Rögtön visznak a papelén. Rögtön? 8 esztendő múlva? Jó. Aztán majd kiülünk a ház elé, a kis kertbe. Átfogom a derekadat. Így. Magamhoz szorítalak. Elringatlak. Aztán majd danulok is neked. Mert én nékem olyan hangom volt, hogy... Olyan bizony. Olyan csengé hangom volt én nékem a... Itán innen Dunán túl, túl a Tiszánban egy tujás, jája túl, legelteti a gólyáját, oda várja a babáját, Gyepágyra.
mondtad még, János? Na, ne rezonírozz, mert befogom a számot. Befogja? Be, ha? Így, így. Na. János? Mi? Na, hogy én rezonírozok. Jaj, de telhetetlen vagy. Ennyi azt a keserves jebuzeusát, annak a bugykos hajtogató muszka fergetőnek. Hát ez meg kifene, aki innen ekkora hanggal jön. Már csak nem a császár jánya. Hey, emberek! Emma a határ! Itt bele! No hát akkor nyissátok ki azt a sorompót, mert hogy hát Bécs városába akarunk menni. Hogy az írás? És hanyat te szőrös párja! A gyűjtjön, Ruiza Mária! Ez mi a rossz a pecsét? Mi pecsétűnek lehet baja? Az embernek égnek áll a haja! Én azon nem törődöm! Parancs, parancs! Parancs vissza! Szent Isten! Bolond ez a muszka! Hát te miért nem szólsz? Vigyen a lakánya! Aki itt jön, az a császárod leánya! Amit tehetek én? Amióta béke van, azóta csak a sorompóig szabad lőni. Micsoda dolog ez? A pecsét jó? Pecsét rossz! Ha nekem nem hisznek, majd elhisznek a kapitánynak. Mindjárt jön! Csak bírják kivárni! Addig álljunk a hidegen, de kellemetlen hidegen! Ha jönnek vissza a kocsiba, vagy menjenek be ebbe a házba! Ebbe a putriba? Ebbe! Nem megyek! Nem! Ezt megemlegetettek hozzák! Menjünk! Hallja, sógor, de az mégse kéne így bánni valakivel, aki császár jánya is, császár felesége is, vagyis dufla sarzsi. Császár jánya, császár felesége lehet, de nem a miénk. Nézze, mindegy koma sógor az, ahány császár van, ha gyakran össze is vesznek. Bánom is én, így de csúsz hideg van. Hát te mit állsz itt? Hajts el innen! Hová te mamla? A ház mögé, itt kell a hely! Nem lesz az jó szomszéd úr, majd csak még háború ne legyen belőle. Ilyen sérelem érhette Napóleon hitvesét. Gyarázat! Felség, nem kerezzél már orrolni. Ezt a sértést én meg fogom tarol... Mi? Nehetek! Tegyetek! A fene az idegen vasatokban. Hiszen innen Dunántól hol a tisztán kicsi kunyhó nyár hastól. Mindig az új nyár az eszem, oda fágyik az én szívem János, siet! Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok! Nem késtem el az őrség. Más itt a baj! Na látod, alig, hogy kiteszem a lábom egy fél tájórára, már baj van, na mesélj, mi úgy? Hát, ahogy csillbakolok! Ti már rendben vagytok. Most már ma én is szóra követtem. A mindenségét neked, ezt csinálta ez a gonosz puszka? Na jó van, Ferkó, ezennel átviszem az őrséget. Elég csak, majd én eligazítom a többit. Na, angyala, merek te is, amíg én itt sírba kolok hozzám, de hol mi van? Van ott fózozni való éppen elő. Nézd már, János, álltam meg ki a csudon. Ettentínusz, tóreketínusz. Tóreketi katuka, ura, van a bambusz? Hol van a bambusz? Barzakter, bakter? Bakter, öreg apám! Mi lett ki, magyar? Há, mi a fele volé? Na, fele, de mi jár akkor kenni a maskarám? É, mert Párizsban vagyok, kocsis Mária Luzai főségén, elég baja nekem. Kicsi a fizetés? Há, fizetség csak megvan a másik tavaly, kedves, egy ez a ruha. Kettelj meg, hogy a francia ló másá, mint a magyar ló. Teszem azt, a szabot kiköpi. Há, mit teszik? Hán is kérdez, sárgaribát attól meg nem mond nyeríteni, hanem fityül, mint a sárgaribon. Hallod, már jól laktak. No, hallja, nekem ilyen ló nem kéne.
A harmadik és legfőbb baj az az Ebelasztin lovagja. Hagyd a betyár egy ember, a parancsolta rám ezt a maskarát. Most meg, hogy vágjam le a bajuszomat. Ezt a bajuszt? Az angyala, hát mégiscsak tisztóság. Hát te ki? Én a János Mátkája vagyok. Hát jól összevattuk válogatva, amán biztos. No, megyek, megkérdem azt a lovagot, hogy mit csinálok a lovakkal, hogy mondja meg, hogy így vagy, úgy vagy, amúgy van. Hé, kama! Gyere csak ide! Gyere! Amit hallok én magáról? Mit csinál maga az én hátam neked? Az én császárom jányával csinál maga ilyet, ez a barátság? Rossz volt a gombó. Na de lenadni, panám, az ide hallgasson! Jó, János, ne! Na, kiba te? Azt mondja, hogy ne hátsa magát bele az emberek dolgába. Na, hát engedi őket, vagy nem? Na, hát akkor most már én fogom meg a dolog végig. Jó, János, mit csinálsz? Na hát, János, ilyet is csak te tudsz csinálni. Na, úgy. Mi ez? Mi történik? Fölség, Krisztuszár Johannes Hári alázatosra jelentem, hogy fölséget itthon van saját édes szülőbirodalmába, szabad az út Bécsváráig. Szabadok vagyunk. A gombviselés földrengést küldött a megsegítésre. Hát, ha nem is éppen földrengés, de engemet fölség, de hát a mindegy. Téged? Hát mi történt itt tulajdonképpen? Szentrófásra mondom, hogy igaz, egy kézzel rántotta át! Ne nyávogjátok! Sorakozó! Valóan! Indulj! Fogjátok meg a húzát! Ári! Ilyen ember még nem láttam. Vitéz, a köszönet nem fog elmaradni. Nem jár ezért köszönet, fölség. Császárom jányáim szívesen. Furcsa, hogy itt az Isten háta mögött ilyen pompás legényekre akad az ember. Jössz Bécsbe. Testőr leszel. Felség, aki katona, az nem ugrálhat se ide, se amoda. Azzal én nem törődöm. Készülődj, huszár, mert viszlek. Majsztét nagyon kegyes hozzám, de hát engem itt tart az én kapitányom. Már pedig jössz testőrnek. Ez parancs. De cserébe három kívánságodat teljesítem. Akármit kívánhatok, fölség. Akármit? Hát akkor én azt kívánom, fölség, hogy először is, hogy az én kedves hollólovam kapjon eztán dupla zabot. Meg lesz. Másodszor még azt kívánom, hogy Marci bácsinak a dolmánya, meg a gyönyörű szép darutollas kalapja visszaadassék, s a bajusz a békébe hagyassék. Meg lesz. Ennyi mábbit is kívánjak harmadiknak. Megállj csak, nem tudsz valami jót. Hát akkor mondjuk, fölség, azt kívánom, hogy ezt ajánlt vigyük magunkkal Bécs városába. János? Na, jó, ne nyálasz be, szolgálatom. Micsoda? Hát, megígértem, teljesítem. Most pedig átütözünk nyáriasra és indulunk. Marci, befogni. Igen. János! Én ezt neked, amíg élek, nem fogom elfelejteni. Na, őrze, gyűsz velem Bécs városába. Hát, terem, mi lesz? Felakasztanak ház miatt. Ha nem érdemli meg ugyan a szomszéd úr, de engem ne átkozom. Rendben, ha itt a házam. Na, koma, engedje már azt a hintót. Basz írt. No, akkor én megyek a hintómé. Én meg a lovamé. Én meg a batyumé. Thank you.
jaj, megint most ezt a jobb udalomat rágja ez a fránya podegra. Sajnálok, édes Ferencem, de hát rossz vagy, mint egy gyerek. Miért nem iszod meg azt a finom herbateát? Herbateát, mindig herbateát. Csak legalább használna. Csak legalább innád? Megdördültek az ágyuk. Gyűnnek! Gyűnnek! Hallgárdó! Már mit van, ma? Nem vittem ám üres kézzel, mama. Hoztam egy olyan testőrt, amilyen itt nincs egy se. Ott van itt. Mit tudom, hogy miféle gyűjtment bor ez. Nem hiszem, hogy testőrnek ez jó lesz. Meg aztán hoztam egy új mindenes lány. Azt hiszem, hogy majd elkél valahol. Csókolom, felség. Éppen jókor hoztad lelkem, mert holnap nagy mosás lesz nálunk. Na de gyere gyorsan, menjünk apáthoz, már nagyon kíváncsi, hogy volt az utazás. Hát ez az a híres burgváros. Csak is. Szép, mi? Hát elég szép, na de nagy a bonyha. Menjünk a szállásra. Hát a meg mi? Ez itt a burgba a kokos. Kokos? Ez ébreszti reggel a házat. Vigyázz, te új lány! Nyakon ne önts valakit. Nem is olyan ügyetlen ez. Ez a betyár podegra. Úgy kell! Minek avatkozol a cselédek dolgába? Te? Próbálkozhat ő felsége bármivel. Ennek a lánynak csak Harry kell. Johannes Harry, ide figyel. Ő felsége Mária Luisát te a hadárnál megmentettél. Ennek folda. Ferenc császár őfelsége parancsára, én, generál Wenzel Donnerwetter, téged Essennel azonnal strázsa mesterdak előléphetem. Alázatosan köszönöm, generális uram, de hát nem volt azon nagy dolog. Nagy dolog, kis dolog, strázsa mester vagy, pontú. Ja. Átréten. Így is jó. Mondtam, aztán strázsa mester lett. Napóleonról még mindig nem beszélt. Bonaparte. Arról hát? Na, várjunk csak sorra, diák uram. Sor kerül még arra is. Mert úgy megszerettek engem ő felségéig, hogy szinte nélkülözni sem. Mondta is nekem a császárné. Hát szóval nagy a bonyi születésű vagy. Ott még nem jártam. Hát a sajnálhatja is, felség, mert teszem azt, ez a burgváron elég szép, de hát nagy a bonyi. Nem is adnám én oda édesapám bogárhátú hajlékát az egész Bécsvárosáig. Él még az apád? Hát mostan már lehet mondani, hogy én. De egy időben bizony úgy volt, hogy már vége van szegénynek. Nekem is egy falatot. Belenc, nem mész el onnan. Nem neked való az, nézze meg az ember. Herbateját igyál, avaló a podegrának. Megi herbateját, mindig csak herbateját. Engedelmet kérek, sörség, de a podegráros nem a herbateját jó, hanem a gyíkkanyét. Gyűjtenőt? Abba? Mondjon, mondjon! Ódosabbához is elhúztam vissza a sízdájából. Hát először is fogni kell a gyíkot, de éppen 7 éves kell, hogy legyen. Ennek a máját fölfőlt, akkor össze kell keverni, frissen szedett kutyateljel, az egészet jól fölfőzni hásmézzel, úgy egy van letenni a pincébe, megkavarni minden éjszaka, pontosan éjfélkor, pontosan 9-re egymás után. Legközelebbi pénteken készen van az egész. Ó, hogy az Isten áldjon meg érte!
És elmondja az a hintelé Rebel asszony, hogy buta. Fogadj meg a gyikot! Fogadj meg! Még ma megfogatom! Engedj el, sárfétek, nekem szól, nyergelnek! Ne szaladj meg, édesfiam! Egyél még egy falatot! Nem lehet felség, nagyon köszönöm, de huszárnak mégiscsak elsőnk is elesség! Ez a viola, ez kellene nékem, de már nagyon régen. Minek magának az én virágom? Kincsemnek venném, szívembe tenném, senkinek sem adnám, senkinek sem mutatnám. Hát ezt nem is mutatja senkinek. Nem adok én olyan könnyen virágot. Hát tudja a kánya, de lehet, hogy nagyon megbánja. Mi? Semmi több és semmi kevesebb. Felültették Luciferre hárit, azt a hecskét, azt a heveset. Mi? A Luciferre? Amely már három katonát harapott eszé. Ki volt az a gazember? Maga biztató? Ah, mi vád, biztató olyan, dehogy is voltam. Csak hogy felmere ülni, annyit tudott róla. Hát, ezt nem engedem. Állj meg, Lucifer, ne tégy úgy, mintha te is ló volnál! Nyomj a gyáró! Azért Emma Isten kísérték. Most írja még! Úgy ül rajta, mint holtad volna csinkelve. A fene látott írja. Hol van Harry? Itt veszkődnek az istálló meg ez. Hol a felség a zenebonát? Hát én majd leparancsolom a Lucifer-ról. Na, na! Jó van, Lucifer, ballag! Na, gyere! Na, ballag! Na jó van, nem kell azért úgy a szívedre. Jó van, jó, ne sír. Gyere! Harry! Hát téged nem harapott kezdi a Lucifer. Hát, ha jól megnézem, magam egybe maradtam. Nem lóem már a felség, csak birka. Istálló helyet akkorba viszem. Ilyen lopasics még nem volt. Na hát, ez még talán az én uram sem tudná megcsinálni. Hát ilyenek mi a mesterséget felség. Meg is kezdve. Olyas nem. A legjobb lovas. Köszönöm, felség. Na hát, ez meg is érdemelted, János. Na, gyere, János. Te vette, teremtette, az aló már levesett. Tönöm, Isten, csak olyan elegyél. A tégem szakadni. Jó, Isten. Hát most meg így akartja elemészteni az a tudat. De hát János úgy ült azon a lovon, úgy... Jézus, ne hagyj el. Na, megálljon az a gonosz ebelesztén lovak. Csak kerüljön a kezem közé. Őrzse! Hova szaladt? Hé, strázsamester! De felülről néz a virágra, talán mert olyan szép a virágja? Arra való a virág, hogy kitűzzé. Ugyan ördög adta, hát aztán kiadta. Ennyi lovag. Nem tudja a regulát? Hogy mer bennünket megállítani? Gyere, János. Hát én most már tovább nem halasztom. Elveretem a port ezen a paraszton. De Ella! Sípocskámra hívlak, készen van már kalikám. Na, félség, most úgy fog aludni, mint a tej. Váló koronámat.
Mária Lúzza őfelsége kéri, hogy Hári strázsamester urat kegyes legyen fölséget hozzájuk leküldeni, mert igen várják. Merj csak, Johannes fiam, ne várhasd a jányomat. Nyugodalmas, jó iszakát, fölség. Ne menj el, szívemet is bár vidd el. Véled erre fülök, szárnyacskámra külök, tőled nem forrodod el. Most velünk maradsz, Vitéz. Maradj, fölség. Mit kell csinálni? Így mi? Most megkötöm a szemet. És akit megfog, attól kapsz egy csók. Ilyen bolondságot, fölség. Rajta! Melusina, Efrella, viselkedjetek rendesen, nézze meg az ember. Egyik őtöket sem fogta meg Hári János. De bizony, fölség, egyet megfogtam. Na, akkor nem érvényes. Újra kezdjük az egészet, és mostantól kezdve számít. Rajta! Nem sírja a hűnk. Lúzza felség, meg a többi, Melusina, Páni meg a Sár, és közöttük megint ez a fránya, Huszár Hári. Most már elég lesz a bolondságú, egyet megfogok. Győződjön meg saját szemével. Oda nézen, ahuna. Jaj, Marci bácsi, én ezt már nem tűröm tovább. János sohasem az enyém, egészen maguknak tulajdonítják. Én most oda megy közül. Dehogy mit? No, nyughass már te ját. Hát téged szeret János. Nem kell neki ez a játék, de mit csináljon? Szolgálat. Én is úgy szolgálom őt, hogy már szinte aludni se tudom tőle, és mégis elveszik tőlem. Engedelmet kérek, fölség. Vajon megcsókolja? Nem tudom. Nos, Huszár, tudod-e, mi volt az alkú? Tudom, fölség, de hát... Nos? Szólj neki, hogy térjen észre. Csak téged szeretlek, no. Akkor én menek lefekülni. Hát olyan sürgős a dolga. Akkor nem tartóztatjuk. Ti fiatal. Hát a legjobb barátom voltam! Érezni fog kéz és arc. Háriért ne legyen harc. Háriért? Semmi köze hozzá. Hári a milyen? No. Ezek is jól ellátják a bolyás Ebelasztin úrnak. Minek született férfinak, ha még a fehér népes is érzése neki? Gyere csak! Na, ezt alaposan helyben hagyjuk. Jöjj, drágám! 33 rugás a hátamat érte. Megállj, Hári János! Meglakosz még érte! Na fene, most mely lakoljak én meg? Hordjátok el innen gyorsan magatokat, mert lennyi szenti a hóérdakatokat! Mi, hogy mi menjünk el innen az udvarton, mi? Mert nem marad itten kavics a kavicson. A Napóleon úrnak még máma megírom, hogy Mária Lúzza, te belé szeretek. Érkezik majd tőle. Sürgős, hadd üzenet. Nem látod meg senki?
Nem, a kerték alatt gyűjtem. Egyre legyen gondod. Óriási titok, amit mondok. Utrakert már is, utat célja pár is. Pár is. Ha a dolgod jól végrehajtod, 100 tallér üti a markod. De nem is alszol, nem is eszel, Napóleonnál jelentkezel. És mit mondok neki? Azt mondom neki. Felség, ezt nyomban aláírni tessék. Még pedig a végből, hogy a lovag nagy szégyent hárítson el császári fejéről. Igen is. De az úton rád is vegyenek. Vegyél más ütőpenyeket. Fies, ugyas légy. Én erre megyek, te arra légy. Azt hiszem, a lovag úr, hogy nyomba tessék aláírni, mégpedig a végből, hogy a lovag úr egy nagy tényent vegyen le császári fejéről. Ez az üzenet. Ő tudja. Állíts, drága mester! Jöhet! Hagyték! Drága mester, Johannes Hálint beledege hozzá! Most így romadtál, nem vagyok én már fotegrád. Már! Isten, hogy a téved! Nagyon Isten, felség! Hát azért hívattalak, hogy megköszönjem neked a díjkenőcsöt. Látom, hál' Istennek használ, felség! Aj, ember csináltál belőle, mi állat! Hát nagyon szépen köszönöm. Nincs mit, felség! Egyik ember segít a más. Úgy van, gyere csak, gyere, édes fiam! Meg akarom én ezt neked hálálni. Hát megbeszéljük az asszonnyal, hogy ezennel kapitány vagy. Azon kívül ez a... Ez a kitüntetés is megillett téged. Ezt meg én köszönöm alázatosan, felség. Hogy csak, egyik ember segít a másiknak. Felség, a kérdésem feleltre vár itt. Hajlandó-e innen kidobatni hát? Hagyjon békében, megmondtam már százszor. Felség, utoljára még meggondolhatja, hogy császár marad-e felséges. Menjen a dolgára. Felséged az oka e haragos levélnek, mert virágot adott egy parasztlegénynek. Apja fehér, pecsétje piros. Tudja, felség, mi ez a papíros? Ugyan, mi lehet egy ilyen hitvány kis levélben? Itt nagy tánc lesz, mert most fizetek. Ez felség bizony vadüzen. Háború lesz a viola vége. Vállalom a felelősséget. Háború csinál. Katonának, de jól vagyon dolga. Eszik, iszik a sátorba, semmire sincs gondja. Nyer az emenyecskét,
Hogy János elment a csatába, most már maga is itt van. Majd csak visszagyövök. Talán már gomálat is. Lerémálló. Hiszen most már kapitány is lett a János. Mit érek én János hazájával, ha őt magát meg golyót találja? Olyan, hogy mondhatsz már én. Nem fogja azt a golyót. De én nem akarok visszamenni Párizsba. Édes Jánom, a szívem szakad meg. De hát az asszonynak az ura mellett van a helye. Na hát, ilyen csúkságot, hogy az embernek saját fejével kellje háborút viselni. Nem is Napóleon akarta ezt. Mindennek az a gond ebben a szín az oka. Hé, indulunk, Marci. A kedvem nagyon harci. Rögtön készen legyünk, mert Párizsba megyünk. Tőlem akár a pokolba is mehet. Igen. Na látod, te örzses, írhat, mint a zápor. Nagyon megszelizünk majd, ki most oly bátor. Hanem csak 30. Nem lehet az a nóta, nem hazudhatik. Olvasd meg még egyszer. 31. 32. Adja az óvester uram, 32. Na látod. Mondja csak, óvester uram, meddig táborozunk még itt, hiszen már 2 hete, hogy itt vagyunk. Elegy már te magóti, hát addig kell várni, amíg megvolt az ütközet. De mikor lesz? Akkor, fiam, ha majd Napóleon odaállt Majlandba, kiadja a parancsot a támadásra. Ha itt ülünk Majland várában, aztán nem történik semmi. Majd csak elkezdődik egyszer. De mikor? Fene tudja. Amíg azok ide nem gyűjtek, nem győzhetnek, mert ez a vár a fő. Ide pedig senki be nem teheti a lábát. Na, akkor pedig itt rostokolhatunk ítéletnapig is. Készülni, emberek! Rendben legyen minden! Aztán ne felejtsétek el, hogy az én katonáim vagytok. No, no mámos. Megverjük az ellenséget, hogy arrúkódunk. Csillogjon, villogjon, nehogy szégyent valljunk vele! Álljanak meg! Álljanak meg! Álljanak már meg, az Isten áldja meg magukat! Álljanak meg! Merre mennek? Oda te nem való vagy, hugám! Majlandba megyünk a táborba! Hát oda igyekezek én is! Fehér szemét pedig oda nem mehet! Hári Jánoshoz igyekezek én! A nevezetes Hári Jánoshoz? Igen. A más? Hát akkor csak ülj föl! Jöjjön csak! Parancsoljon, generálisnak! Jöjjön csak, édes fiam, jöjjön csak! Maga nélkül én nem akarom tönteni. Nézzük csak ez a plánó. Hát nem megnézhetem itt. Tehát itt van az operenciát. Itt vannak a franciákat, és itt vagyunk a minket. Na már most, tegyük fel, hogy ők támadnak. Akkor nálunk riadt!
Ja, riadó. És akkor az egész csőszak, az egész mindenség, mind az egész armádiát rükvért koncentrizol. Dolo. De hát, ha mink támad? Más. Akkor ő náluk riadó, és nálunk az egész frekvenciát, mind, ami csak van nekünk, rükvért koncentrizolunk. Tehát miért, generális? Hát ez egy magasabb taktik. Hát azért, mert ezt a csatamezőt itt nem jó. Nem. Nagyon kidres, ködrös, nagyon rücsökös, csupa hepp és upp. Meg kéne beszélni a franciákkal egy másik csatateretet. Nem, hát nem jó az egész. Más kell itt csinálni, majd én megmondom, hogy mit kell. Mondjon, mert maga egy nagyon okos ember. Hát mi volna itt akkor, ha teszem azt? Valaki úgy egy iramba elfoglalná az egész Majnambárát? Hát az nagyon jó lenne. Hát akkor asszonnal vége lenne a háborúnak. Na ezt a bárat itt a legfőbb. Na, csak hogy hát ez bevenni lehetetlen. Kezdődik! Én ülök! A szociál! Angyalát neki éppen most, amikor rá akartam pöffenteni, na megállj! Johannes, most rükvéhez koncentrálni! Nem kell, generális! Jó, lefolytani! Szapparod, lőnek! Hadd lőjenek! Na de ha eltalálnak, találnak! Emfini! Emfini! Tudjátok, hogy terhetetlen vagyok? Megint lőttek? Ez már a csata? Hajtson az a Marci! Marci, hé, siessünk, hogy mi is ott lehessünk! Hallják, emberek! Ez hallja! Jaj! Én már megint! Jaj, Istenem, csak nehogy valami bajra legyen Jánosra! Siessünk már! Lefél, senki ember fia! Tudjátok jól, hogy odaáll Donner vette a vezér! Azt megjegyzik mindenki! Vigyázz!
Gáguljatok onnan, legények! Tűz! Már! Ki szerez Ári? Megálljon, hé! Ide gyűljön! Álljon csak ide! Ide álljon! Na, ugye megmondtam emberek, ennyi az egész, győztem! Vallani, mi a sarzsia? Hadd nagy! Na, gyerünk följebb vallani! Hát, óbester vagy! Óbester? Tegye csak be a lajbiból kezit! Dugja csak be! Aha, Napóleon ez! Nem az a bizonyos Napóleon nevezetű úrhomba a szerencsé? Ezzel mennyi bajom van? Hát, való, ami való! Az vagyok. Na, ugye megmondtam. Pardon, grácia szegény fejemnek. Ne féljön, felség, nem kell nekünk a maga feje. Az életinek megkegyelmezik. Hát, egyebem úgy sem maradt. Na most mondja meg nekem, mi kellett ezt csinálni magának? Most jobb így? Hát, dehogy jobb. De hát mit csináljok? Hát tudhattam azt, hogy csend jön. Az igaz. Hát, instálom. Elmehetek. Azt kérdez. Nem lehet, előbb egy kis számadás kell még vetnünk. Nem, nem, gyerünk, megyünk a generális úr elé. Rekszum! Na, előre Napóleon úr, gyerünk! Menjünk, bán az Isten áldja meg! Napon úr, etetni csak, muszáj! Jó Isten, nem hallja! Jó Istenem, teremtünk, sose érünk oda! Hát én nem akartam szólni, generális uram, de hát így kellett csinálni. Bravo. Alberto! Hát én még már fiatal. Nem látsz a szemed, szülöcskös? Vagy te nem tudod, hogy Mária Luisa ő felségi szolgáló? Ki az árgyélusát? Mária Luisa ő felsége a csatatér. Ajjajjaj, itt az asszony. Őrség, Óvester Johannes Hári alása jelentem Napóleon úr itt van a táborban. Napóleon megint győzött. Egy kis tévedés lesz itt, fölség, mert nem Bonaparte úr foglalt el a tábort, hanem én foglaltam el Bonaparte úrat. Mit hallok? A világverő Napóleont elfogták? Megesett. Ja, Hárival még én sem bírhattam. Majestét, generál Wenzel Donnerwetter megy ide hozzám. Kérem alázott atya felség, én meggondoltam a dolog. Ez az Óbester Hári, ez egy olyan vitéz, egy olyan nagy vitéz, hogy neki én nem parancsolhatok. Én ezen a rang cserélem vele. Tessék a bálsa. Így is jó volt. Örülhet Bécs és búsulhat Párizs, mert Hári lett az új generális. Megkövetem a lásson. Én elmehetek, kérem. De úgy is mehet el, kérem. Hát a költséget kifizesse talán ő felség a császár. De hiszen a veje vagyok, kérem. Addig, ameddig. De Luisa, hiszen a hitvesem vagy. Szégyellem, hogy így látlak viszont. Azt hittem, hogy te vagy a legnagyobb hős a világon. Roppant sajnos. A felség előbb egy kis írást kell még csinálni. Óbester úr, jöjjön csak itt. Parancs! Csinálja meg a kontraktust a Napóleon. Hogyne, hát hogyne? Méltóztassék csak beszéltálni a fővezér is átottába. Ott van kalamár is, penna, meg papíros, meg minden. Rösz. Minden, parancsoljon. Tudja, fölség, nem mondom, ezek a francia gránátosok jó fognak legények. Igen ám, amíg nem gyűn a magyar osztály. Mert látja, a maga kedves apósa azért van okos ember, mert azt tudja, hogy a háborúhon nagyon szükséges obszár. Itt hibázták el maguk főképp a dolgot. Na de hát honvegyenek maguk magyar obszár. Igen, hát honvegyünk. Hári úr, én társulnék magával. Ketten meghódíthatnánk az egész világot. Ha elég legyen, gyerünk előre, Bonaparte úr. Gyerünk, gyerünk! Gyerünk! Jaj, milyen hős ez a Hári.
Nézzen utána, hogy mi van Marci bácsival meg a lovakkal. Parancsára ugrik Ebelesztin lovag. Megkeresem Marcit, és megnézem a lovat. De most már mehetünk, ugye? Itatni csak muszáj. Jaj, Istenem, teremtő, én nem bírom ezt. Megyek, ahol tudok. Ári, szavamra kijelentem, hogy én rám többet panasz nem lesz. Panasz nem lesz. Megvan. Na, aláírni kell. Igen, is kérem a lássot. Mit fog szólni ehhez a történelem? Főség, hanem aztán a háborúban csak ugyan meg ne lássam többet. Igen is, Istálló. Dája, rossz épp kísérjétek ki ő felségét. Luizikám. Végeztünk, felség. Hát akkor jó éjszakát. Mert pedig ezt le kell vetned, parancsomat kell követned. Nem is, nem. Vége a háborúnak, a legénység dupla szilváriumot kap, a legjobb áll. Én szeretett generálisunk, Johannes Hárlik! Oszolj! Nézd te! Csak nem olyan! Jaj, olyan buzeusás neki! Hát, te generális lettél! Hát, meg is érdemelted! De azért a frigyekünk se feledkezzél meg, excellenciás uram! Ugyan menjem már ki, Marci bácsi! Hát én János voltam kell neked, és ezt árisan lettél! Úgy! Nem látja, hogy van, Marci? Ne is kérdezz már megint ez az Ebelesztin lovagja, hogy most meg a Munder, meg megint a Munder, most meg ma... A darutollat is le akarja venni a kalapot. Darutollat? Na hát mától kezdve három tollat is elhettem. Látszik, hogy ugyanaz a fajta, mert mindig segít rajta. Hallj a lovagot! Hogy áll maga a generális úr előtt? Hoppá, kifjú! Vala mindig hallgasson, Marci bácsi, hogy ilyen nézzünk valami harapnivaló után ő felségének. Engedelmet fölségére. Milyen okos, milyen gond. És milyen generális? Nyugtával dicsérjük a napot. Hívhatják még hozzá is a papot. Nincs napot, nincs papot. Ő egy hős, egy nagyot. Oh, pardon, majesté. Aki először lőtt a silvak, vagyis én jöttünk. Jöjjön ma, Nikolás! Jöjjön! 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 Jöjjön
Lovag úr, hát maga... Kérhetnek engem akármilyen lágyam, nekem elment alaposan az étvágyom. Oh, elhegy oda muzsikálni! Igenis, iskálom, kocsis úr. Jó. Ne engem húzzátok, Mori, hanem ő felségének. Álljon! Úgy. Igen, a feleség, innen szeretném kicsit támogatni. Hogy ne? Hogy nem sétenék, szabad? Na, most nem, engedelmet felségünk. Hát azt gondolnám, hogy mi szükségeljük magunkat, generális úr. Hát az lesz. Mondja, Vitéz úr, jó helyen jár? Ez itt a csoport? Igen. Kiknek van itt olyan jó kedv? Hát, mulat itt máma mindenki. Fiatal császár, Marti bácsi, udvari dáma, meg a generális. Miféle generális? Hát a főgenerális, maga, ha. Mária Újzával volna? Hát, szerint van. Hát, nem én. János! Ki ez? Ez is itt. De fajokkor most szakad a bocskor. Hogy kerülsz ide? Hogyan? Bécsből jöttem, mert már nem bírtam tovább a párom nélkül. Aztán csak annak örültem, hogy megtalálom őt a csatatéren, ahol éhezik, szomjazik, szenved. Mert egyedül van. Aztán majd én megvigasztalom ütet. Aztán ehú van-e? Ugyancsak szenved. Na virágom Erzsébet, mit mondtam én te néked? Igaza volt a lovag úrnak. Hát te bolond, ide hallgass, ha csak nem bűn, hogy táncolok itt, te hagyd szép, megnyertük a háborút. Ha táncolok én, te veled is, ha csak akkor csak itt legyen. Na, gyere, de! Húzd rá, more! Engedelmet köszönöm! Jaj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 
az lesz a vég, hogy felséged beleszeret a paraszlegénybe. Nem tudok, hogy téged senki csak én. Felségén, csak annyit mondok. Hagyjon nékem békén, nem érti. De én attól félek, hogy nagyon is értem. Jön, nem jön. Utoljára kérdem. Marad. Nagyon is marad. Elég. Kaptál te engedelmet édesanyámtól, hogy ide gyere? Nem, nem is kérte. Hát akkor visszamégy. Az egyik lábad itt, a másik ott. Márpedig én, főség, itt maradok még akkor is, hogyha megharagszik. De nem mersz így beszélni. Te béka! Béka? Hallod ezt, te János? Hát, kicsikét hallom. Márpedig engedelmet, felség, de ha valaki el akarja venni tőlem az én Jánosomat, annak kikaparom ám a szemét. Márpedig ez a János, ez enyém lesz, mert az ilyen ember császárlánynak való. Hogy én elvegyem fölségedet? Hát csak is, megnyerted a csatát, hárjössz a császárlány kezed. Meg megkaphatod a hercegi címet. Hercegi cím, abba belemegyek, de hercegné nélkül. Hári János herceg! Ez itt? No, a végig még egy herceg komája leszik. Most a fia lesz a Jánosnak, hát az én nevem után kell keresztülni. Marti herceg. Kedves Jánosom, most megyünk vissza édesapámhoz. Megyünk-e? Megyünk. Majd én megjelentem, hogy én elválok Napulantot, és senki másnak nem leszek a felesége, csak a tiéd. Már pedig, főség, engedjen meg, én nem völtöm el főségedet, feleségül. Hát így az ugye, hogy én méltatlan is vagyok arra, hogy... Hát te eldobod egy... Császárlány szívét! Ilyen forma. Legyen eszed törzse, hát ha császárt akar belőle csinálni, hát mit tehetünk? Valami az ám nagyabbonnak is. Istenem, császárt, hát akkor most már mi lesz akkor? Hát én azt mondom neked, hogy adod a itet a Luizának. Nekem sincs semmi, én adjak neki császárt. Hát csak ugyan már azt se tudom, hogy mit gondoljak, hogy a mai világban itt történnek, hát kimondhatatlan. Ha itt nem volnék, hát elsőjén. Ne néljön már, főség! János! Ne obékos már itt teljesen, ne légy szak! Ne néljön már, főség! Eligazítunk mindent, azt megyünk Bécsvárába. Ányom vagyunk! Thank you.
Ugyan el akarsz menni nagyabon. Hát, hogyha János hamarosan abban nem hagyja ezt a rettentő nagy uraságot, nagyabonyig meg se állunk. Ne bőgj már, ó! Nem vagyok én talajka, hogy itt csúcsúzgassalak. Jó van, ó. Te csegye! Fogd a késed, villádot tegyék! Hát, Emmi? Hát már ilyen nagy napon csak levágattam néhány sascsibét. Jó, ugye? Ha, elég jó. Hát, akkor kocincsunk egyet, aztán hallgass meg, fiam, az okos szót. De ide hallgasson az egész udvar is. Emelem porrom Hári János generális úr. Akinek nagy-nagy érdemeit felesleges lenne felsorolni. Én most Hári Jánost herceggé, vagyis őfenségévé nevezem ki. Azon kívül néki adom kedves egy jányomat, Luizikámat. A Móringról majd beszélünk. Azután néki adom egyelőre fele birodalmamat, aztán beunyom a szemem. Úgyis minden az övé lesz. Fölséges királyom, életem, halálom, kezi ajánlom, de én ezt nem fogadhatom el, mert én nem lehetek herceg. No, már pedig az én vőm nem lehet más, csak herceg, ugye asszom? No, látod. Hát éppen azért fölség, mert én nem lehet egy fölségednek a fejség. Te János! Mi? Az én jányom nem kell neki? Na tessék! Hári János, mit jelent ez? Hát, először is azt, hogy Mária Lúza ő felsége megtalálhatja még azt a bizonyos Bonaparte Napóleon nevezeti urat, aki rangjához is méltó, meg aztán férje is szegénynek. Mama! Másodszorban pedig azt jelenti, hogy az én drága jó őrsém nem találhat senki mást a világon, csak engemet, mert hogy ezen a világon csak én vagyok neki egyedül a János. Nem vállalja a hercegséget. Nem kell neki a Luizika. Ha nem felség, én ammondó vagyok, ha már valamire rászolgáltam. Mi a fele császárságát tessék főkínálni nekem, hanem a fele szolgálati időmet. Tessék hazaengedni engem nagyabonyba.
Hát, ha ebben az egy dologban nem lehet veled okosan beszélni, mit csináljak? Erény! Donnerwetter! Igen, is. Sumir! Parancs, majesztét! Add ki neki az obsidot! Igenis! Na hát akkor vissza magának a pálcát, most már maga újra a generális. Akkor most adok az írást. Hát engedelmet kérek, törzség. No hát, még az étvágyom is elment. Roberto! Arzalt! Arzalto! Megyen a francia! Hű az árgyélusát neki! Most meg már Bécs városában vannak? No, megyek, hívom ám János! Jaj, várjon, Marcizák, hiszen a rab meg van láncolva! Allergo! Hozta Isten a lovagurat, mi nálunk! Ne fogja olyan erősen lelkem azt a láncot, nem lopja azt el senki! Bizony ezt nem fogják ellopni. Egy itt a kezemen fog elkopni. Hát, amal lehet, no megyek, meg is jelentem, hogy megírtem. Jaj, Marci bácsi, itt ne adjon már, én is sietek, jaj, a patyúr! Majsté, Hári János, obsitos, meldige hozzá! Adj Isten! Engedelmet felségyatul a bizonyos Napóleon túl vannak itten. Jöjjön be! Huszárnak a bakaruha olyan, mint másnak a civil, mert ez itt az obsit. Obsit? Hát akkor nem megyek egyedül most már nagy a bonyba. De nem ám, hanem ide hallgass, most nem érünk rá. Most Erikine, állj fél. Mindennek megvan a maga ideje. Hallja, édesanyám, velem is így beszélt. Csak hogy már megint így beszélt. Na jó van, dolgom van, Erik, az állj. Mit akart? Napóleon parancsára Vitéz Hári úrnak elhoztuk a lovagurat, amiért a nagy bajt okozott. No testvér, az élete most itt van a Hári János kezében. Nem való szemben a lovagúr, csak kicsit megkeverte az eszét a szerelem, mint ahogy az enyémet is megkeverte, de az őrsém irányába. Na, szabad a lovagúr! Mert Isten hírivel, köszönöm! Most, hogy kegyelemből életben maradok, ígérem, hogy többé versed nem fara. Hogy soha többé nem beszélek versben, és felségettől alázatosan engedelmet kérek. Felség, elbúcsúzok örökre. Marci, befogni. Na, ne cifráltuk itt a szót. Suba subához. Guba gubához. Isten áldjon, édesfiam. Amit értem tettél, amíg élek, el nem felejt. Magyar ember szívesen segít azon, aki bajban van, főség. Az Isten áldja meg főségteket is. Én most menek haza szép Magyarországba, az ott is egyenest nagy a bonyba. És azt mondom, adjon az Isten főségetnek meg kedves családjának, bordbúzát, békességet. No, de azért a magyarnak is maradjon belőle. Vagy három hétig hazafelé. Aztán megesküdtem az én őrzsémmel. Azért, ha Napóleon élne, be tudnám bizonyítani, hogy így volt. Ha jól lovas katonának, de jól vagyon szolga. Eszik, iszik a sátorba, semmire sincs gondja. Elvégében legyen!
Hey.